Melyek az elévülés szabályai? Hogy változtak ezek a szabályok az új polgári törvénykönyvben? Az elévülés önmagában eldöntheti egy peres eljárás kimenetelét. Az elévülés szabályai határozzák meg ugyanis, hogy a követelést mennyi ideig lehet bíróság előtt érvényesíteni. Ha az elévülési idő letelt, a követelés jogosultjának már nincsen lehetősége arra, hogy követelésének teljesítését a kötelezettől kikényszerítse. Azaz, ha a kötelezett önként magától nem teljesít, az elévült követelés behajthatatlan. Nézzük meg, hogy ezen alapvetéseken túl mi az, ami változatlan maradt az új PTK hatályba lépése óta az elévülés szabályozásával összefüggésben. Az elévülés időtartama továbbra is 5 év. Továbbá az elévülési idő az új PTK alapján is meghosszabbodik abban az esetben, hogyha a jogosult a követelését menthető jogból nem tudja érvényesíteni. Emellett az új PTK is ismeri az elévülés megszakításának az intézményét, amely szerint bizonyos törvényben meghatározott esetekben az elévülési idő újra kezdődik. Ez történik például akkor, ha a kötelezett a tartozást elismeri, vagy a felek a kötelmet módosítják. De ennél is érdekesebb, hogy mi az, ami változott. Ami például változott, az az, hogy az elévülést az új PTK értelmében immár nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás. Tekintettel arra, hogy a PTK már több mint 6 éve hatályos, mostanság kezd el ez az általános 5 éves elévülési idő letelni a PTK hatályba lépése óta, azaz 2014. március 15-e óta kötött szerződések és létrejött egyéb követelések tekintetében. Tehát a követelések jogosultjai már nem számolhatnak azzal a kedvező joghatással, hogy bizonyos jól megszokott cselekmények az elévülési időt megszakítják. Például, ahogy az elhangzott, egy egyszerű fizetési felszólítás már nem szakítja meg az elévülést. Ezért ma már kiemelt jelentősége van annak, hogy a követelések jogosultjai a követelésük érvényesítése érdekében szükséges lépéseket időben megtegyék, és a peres eljárást megindítsák. Emellett a kötelezettek számára fontos, hogy tisztában legyenek az elévülés által biztosított jogvédelemmel. Ugyanis, ha a feltételek fennállnak, az elévülési kifogással még egy bonyolultnak tűnő jogvitát is meg lehet nyerni, akár az első tárgyaláson.